Semmelweis Ignác születésének 204. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Dombóvári Szent Lukács kórházban, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetet mondott az egészségügyi intézményben dolgozóknak az elvégzett munkájukért. Számunkra, illetve önök számára is egy olyan példakép Semmelweis Ignác, aki bár 2 évszázaddal ezelőtt élt, de gyakorlatilag a mai napig meghatározza az orvostudományt, illetve a gyógyítást itt Magyarországon. Ez a nap azért is fontos, mert lehetőséget teremt arra, és lehetőséget ad mindnyájunk számára, hogy odafigyeljünk az egészségügyi dolgozókra, azokra az emberekre, akik a mindennapjainkat teszik elviselhetőbbé, illetve akiknek köszönhetően nem csak a gyógyítás tudjuk alkalmazni, illetve folytatni itt Magyarországon, hanem egyre inkább nagy hangsúlyt tudunk fektetni a megelőzésre. És ezt a kettőt most már lehet azt mondani, hogy kb. 1 évtizede, vagy lehet, hogy régebb volt, hiszen a benne dolgozók jobban tudják ezt, szorosan együtt alkalmazzuk, mert legalább annyira fontos a megelőzés, mint a gyógyításnak a folyamata. A magam részéről, illetve a magyar kormány nevében is szeretnék köszönetet mondani minden itt dolgozó orvosnak, munkatársnak, ápolóknak, nővéreknek. Az ünnepi eseményen Dombóvár város polgármestere megköszönte az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját, mindazt az önzetlen és szakszerű segítséget, amelyet hivatásuk során nyújtanak embertársaiknak. Beszélt az egészségügyel foglalkozó helyi intézmények fejlesztési terveiről is. Örömteli számomra, hogy a Dombóvári mentőállomás kiviteli tervei elkészültek, kivitelező kiválasztása folyamatban van. Járóbetegellátó intézet tekintetében remélem, hogy a kiviteli tervek elkészültek, közeljövőben elkészülnek, és nyilván annak is a felújítására megfelelő forrás rendelkezésünkre fog állni, melyben nyilván, mint eddig tettük, ezután is számítunk országgyűlő képviselői támogatására. Dr. Kerekes László főigazgató arról szólt, az egészségügyi dolgozókra emberfeletti munka és hatalmas feladat hárult a járványügyi helyzetben az utóbbi években, melyért nem lehetünk elég hálásak. Hatalmas terhelést kapott az ellátórendszer az elmúlt 2 évben. Soha meg nem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenézni. Hálás köszönet mindenkinek a helytállásért. A betegellátás során hónapokon keresztül viselni kellett a védőeszközöket, melyek óriási fizikai megterhelést jelentettek, és ehhez társult a halmozódó halálesetek lélektani hatása is. Mindezek tartósan terheltek bennünket, munkatársakat, elsősorban is kiemelten az ápoló személyzetet, mert ők voltak ott a betegek mellett a nap 24 órájában. Semmelweis nap alkalmából átadták az egészségügy elismeréseit, kitüntetéseit, valamint búcsúztatták a nyugdíjba vonulókat is. A Dombóvári Szent Lukács Kórházban 2022-ben az évorvosa címet dr. Zólyomi Anna Mária radiológus kapta meg, aki 2004 óta vesz részt a radiológiai osztály munkájában. Annak idején elég sok beteg volt a családban, az összes nagyszülőm tumoros, és úgy gondoltam, hogy majd én megváltom a világot. Hát ez azért annyira nem sikerült, de mindenképpen próbálkozom vele. A radiológia pedig úgy gondolom, a diagnosztika mindennek az alapja, és borzasztóan szeretem a logikus gondolkodást, és az fontos egy diagnosztikus pályán. Akkor, amikor egy beteget diagnosztizálunk, ugye az én szakmám legfőképpen a diagnosztika, szerintem borzasztó fontos, hogy akkor hogy úgy elégedetten megy ki a beteg. Tehát tudja, hogy valamerre elindul az ő állapota, és várhatóan meg fog gyógyulni ennek alapján. Tehát az alapja tulajdonképpen a diagnosztika az orvoslásnak. Nehéz, borzasztó sok szervezést igényel, ugye gyerekeim vannak, mikor picik voltak, akkor is a férjem is orvos is, ezért azért nagyon nehéz különösen az ügyeleti rendszert rendesen megoldani. A kisebbik fiam, ő orvos lett, sajnos nem Magyarországon dolgozik, de követte az édesapja a belgyógyász és az ő pályáját. A lányom, ő azt mondta, hogy soha. Tehát ő látta ennek a pályának a hátulütőit, és ő közgazdász lett. Az év ápolója címet a kórház szülészet nőgyógyászati osztályának vezető ápolója,
Pajcsics László névelhette át. Rajtuk kívül többen is részesültek szakmai elismerésben a kórház dolgozói közül, akik a megyei ünnepségen vehették át díjaikat.